Következő előadónk Klaus Köhlinger, aki egy területrendező és vezető tanácsadó és kutató a Forschungsgesellschaft Mobilitétnél, ami egy osztrák mobilitás kutató cég Grácsban. Városi közlekedés és mobilitás menedzsment a szakterülete. És ezen kívül pedig az az Urbex Space for People hálózatának is a vezető szakértője. Ez egy olyan hálózat, ami a, a járművek jelenlegi köztér felhasználását vizsgálja, és az emberek igényeit, a sétálás, a parkolás és az más intermodális csomópontokat helyezi a fókuszba. A, úgyhogy szeretettel köszöntünk Klaus! és a szót pedig átadom. Köszönöm szépen, majdnem elfelejtettem anni utolni magamat, hál' Istennek ez még időben eszembe jutott, úgyhogy remélem hallottok. Nagyon köszönöm a meghívást, és szeretném az előttem felszólalókat is nekik, őket is, nekik is gratulálni, mert nagyon érdekes volt mindkét előadás. Most pedig egy kicsit egy ilyen kisebb léptékű intervenciókkal fog foglalkozni. Ugye én az, a Space for People hálózatnál dolgozom, és azért innen is fogok mondani pár példát. Megkezdtem a képernyő megosztást. Úgy látom, sikerült. My side once more. Um, but before we kick out, kick off straight into the topic, um, Mielőtt belevágnék a témába, általában azzal kezdem az előadásaimat egy kérdéssel. hogy mi a fő közlekedési eszköz, amit használtok a közlekedésre. Ezt a chatbe kérek mindenkit, hogy írja be, majd ezt remélem, hogy összegyűjtik gyűjtik a, a Moderátoraink, tehát hogyan közlekedtek a városba. És majd a prezentáció végén összegezzük, hogy ebből hány, hogy, hogy mi az eredmény. Tehát az első kérdés, hogy mi ez a Space for People? Ezt láthatjátok, hogy ez a az egyik célja ennek az, hogy kreatív tervezési folyamatokat ösztönözön a közterület használatának felmérésére, értékelésére és javítására, hogy vonzóbb, hozzáférhetőbb és befogadóbb és élhetőbb nyilvános tereket hozzunk létre az emberek számára. Úgyhogy Mindenképpen a közterületeket, a közterületeket vizsgáljuk, tehát az, hogy a nem csak a nagy zöld területeket, hanem a tényleg azokat, amit a az legtöbb ember használ, és ezt szeretnénk, hogy még vonzóbb legyen, még, még hasznosabban hasz, kihasználható legyen az emberek számára. Ugye például az inkluzivitás az, az egy olyan tényező, amit mondjuk régen nem is vettünk annyira figyelembe. Körülbelül egy évvel ezelőtt kaptunk például egy levelet az egyik partnerszervezetünktől, akik. amitből rengeteget tanultunk, és ez például egy, egy, egy olyan kör alakú teret akartak kialakítani, ahol igazából székeket raktak körbe. Ugye ennek ugye a célközönsége az ugye akkor csak az főleg inkább az ilyen középkorú felnőtt emberekre vonatkozik. De például lehet, hogy más korcsoportoknak, más társadalmi csoportoknak kevésbé szolgálja ki az igényeit. Mai napon miről fogok beszélni? Ugye egyrészt arról, hogy mi ez a Space for People, mik a fő kihívásaink, mik a fő tapasztalataink, és mi az, amit még, amiben még fejlődnünk kell, amit még meg kell tanulnunk. Ezek, ezek ugye nagyon hasznosak lehetnek nekünk számára. A Space for People, ez a csapatunk, ez egy 2020-as januári meetingen készült, mielőtt mindenki abba az utazgatást. Ez még Portugáliában még pont az utolsó ilyen élő meetingünk során készült. Ugye mit akarunk újra gondolni ezt a közterületet a felhasználók szempontjából? Ugye milyen szempontok merültek föl, Úgyhogy itt kiválasztottunk pár olyan, tehát azokat a területeket, amik a legproblematikusabbak, leg a legfontosabbak, és igazából azt látjuk, hogy mondjuk a, a biciklizés. A kerékpár használat az, az egy olyan kérdés, amivel rengeteget foglalkoztunk az utóbbi években. Úgyhogy itt például mi emiatt azt gondoltuk, hogy mondjuk a gyalogos épület, vagy bocsánat, a gyalogos élet és a, a, a sétáltóság, mint olyan, az egy sokkal kevésbé kutatott téma, úgyhogy ezt választottuk az egyik témánknak, hogy akkor hogyan tudjuk megvizsgálni a felhasználó szemszögéből a gyalogos útvonalakat. A másik ilyen nagy téma az a parking, a parkolás, azt gondolom, ami, ami uh, volt egyszer egy 18 napos hosszú-hosszú uh, csatánk, hogy megpróbáljunk néhány, há vagy három darab uh, parkoló helyet megszüntessünk azért, hogy sokkal uh, hatékonyabban uh, tudjuk kihasználni ezt a területet, de hogy ez azt derült ki, hogy tényleg az emberek annyira ragaszkodnak a parkoló helyeikhez, hogy emiatt ez a kérdés ez mindenképpen megérdemel egy kis kutatást és figyelmet, úgyhogy az egyik, amit mi szeretnénk ezzel kapcsolatban csinálni, hogy olyan, hogy hatékonyabb parkolási politikákat dolgozunk ki, ami a illetve, hogy a parkolóhelyeket akár más felhasználási módokra is lehessen használni, hogy integráljuk a parkolás egy átfogó közlekedéspolitikai politikai push and pull megközelítésbe, illetve hogy a parkolásnak a, a, az abból származó bevételt, viszont a közterület és a fenntartató közlekedés fejlesztésére lehessen valahogy használni, és erre olyan finanszírozási modelleket kidolgozni, amik ezt elősegítik. A harmadik ilyen téma, amivel sokat foglalkozunk, ez az intermodális csomópontok. Ez azt gondolom, hogy ez mindenkinek van ilyen tapasztalata, hogy, hogy vannak olyan mondjuk olyan közterületek, amiket bizonyos helyzetekben nem lehet használni, mert mondjuk este nincs hol kivilágítva, vagy nincs hol karban tartva, és ezért amiatt, tehát hogy miközben az intermodális csomópontok azok nagyon fontos elemei az emberek, a társadalomnak az életébe, hogy hogyan tudjuk ezeknek az összekötöttségét és a jó rendszerbe, a hálózatba foglalását jobban segíteni. Ugye mit szeretnénk? Szeretnénk, mit szeretnek jobban az emberek? Sok, még több autót az utcainkon, vagy épp, hogy kevesebbet, és esetleg több teret kapni arra, hogy akár gyalogosan közlekedjenek. Ez egy térkép arról, hogy milyen, kikkel vagyunk partnerségben. Most nem fogom mindegyiket, fel, mindegyiket részletezni, de a honlapunkon lehet találni mindegyik külön városról információt. De most átérnék arra, hogy mik a fő kihívásaink és milyen tapasztalatokat gyűjtöttünk az, a munkánk során. Néhány példát hagy, mondjak, hogy. Hogy, hogy, hogy hol végeztünk már hat, eredményes munkát. Az első az Turku városa, ugye ez Finnországban, hogyha voltatok ott, akkor tudjátok, hogy milyen szép város. Ez is 2000. Húsz elején voltam ott, teljesen le voltam nyűgözve, hogy milyen szép, széles utaik vannak. A jobboldali képen látszik, hogy rengeteg hely van, és, és hogy nagy részben inkább a gépjármű forgalomnak van átengedve ez a tér, ami mindenképpen lehetőséget jelent számunkra, ami a zöld területeket illeti a helyi partnereinkkel egyeztetve arra jutottunk, hogy a legtöbb zöld terület ami a városközpontban van, azok mind valamilyen domborzati emelkedésen van, valamilyen dombon. Úgy látszik, amikor... És ettől a sík területek, azok inkább az építkezés és az épített környezetnek lett átengedve. Mert a dombok... A hegyes oldal, ugye az emberek ö, ö, ott nehezebben tudtak építkezést végezni, és ezért azokat meghagyták zöld területnek. És ez a mai napig így van, ami a zöld területek szempontjából sok problémát okoz, mert azok számára, akik mondjuk nincsenek a legjobb fizikai. Ö, Formában, vagy esetleg azok, akiknek ö, valamilyen ö, mozgáskorlátozással élnek, vagy kisgyerekek, vagy idősek, ö, azok számára teljesen ö, hozzáférhetetlennek ezek a zöld területek. Úgyhogy 2020 nyarán Ez persze uh, nyilván a, a járványhelyzetben uh, megjelenő új igény a zöld területre való kiszabadulás és segítette ezt a folyamatot. Uh, elkezdtünk keresni, hogy, hogy lehet még. Hogy lehet uh, még többet. Uh, ilyen, ilyen, ilyen pop-up zöld területek jelentek meg Turku városában. Például ez a fő katedrális a városban, és annak a, az, az, előterében hirtelen csak létrehoztak egy ilyen, oda elkezdték embereket oda hívni, ilyen vásárbódékat állítottak föl, étkezési lehetőséget biztosítottak, voltak kis koncertek és egyéb kulturális programok, és látszik ezen a képen, hogy milyen jól elterül a, nem csak a, a, a templom előtti téren, de a mellette lévő kis ö, parkba is ö, átterjeszkedett, és ez egy nagyon jó ö, példája annak, meg nagyon jó, de, hogy mi, milyen könnyen, kis erőbefektetéssel lehet ö, ö, átalakítani egy ilyen városi teret egy olyan zöld területé, vagy egy olyan téré, amit az emberek használni akarnak majd. Mert az emberek aztán utána, ha valamennyi ember oda megy, az megint csak oda a többi embert, ez abszolút igaz. Valamilyen szinten kell a, a népszerűsítésre, a reklámozásra is költeni. Ugye, ha valaki épít egy csodálatos bicikliudat, és nem tud róla senki, akkor nem fogják használni. Tehát, hogy valamilyen szinten kell, hogy az emberek ezt egyáltalán felhívjuk a figyelmet, az, az emberek figyelmét arra, hogy ez létezik, és hogy ez milyen jó időtöltés, és utána már magától megy minden. Egy másik uh, példa ez Arad városa Romániában. Ez egy kis város, amit kis Bécsnek is neveznek, mert a rész az építészet miatt nagyon hasonlít Bécsi építészetre. Aradnak is van várostervezési olyan adottsága, ami, ami ebből a szempontból problémát jelent, vagy akadályt. Ugye látjuk a jobboldali képen is, hogy itt viszont nagyon kicsi helyet hagynak a gyalogosok számára. Nincsen föld alatti, uh, parkolási lehetőség a radon, úgyhogy mindenki az utcán parkol, és ez teljesen leszűkíti, lecsökkenti a, mondjuk a, a, a járdát, vagy a gyalogosoknak a, a gyalogosok számára elérhető utcafelületet. Tele van az utca uh, autókkal. Bevallom, ez a kép, ez, ez egy beállított kép abból a szempontból, hogy az az két ember az uh, azt mi kértük, hogy arra sétáljanak, de, hogy belsétáljanak a képbe, de uh, jól mutatja, amúgy a, a, az arányokat, hogy amúgy nehezen fértek volna el, el a gyalogos a, a járdán a parkoló autóktól. Uh, ez egy híd arad uh, városában, amit. Uh, a látszik a képen, hogy akkor ez az ilyen félszigetszerű, ez uh, a félsziget, amit. Uh, amit látunk, az egy a bal oldalán egy masszív zöld terület látható, egy kis erődítménnyel, tehát hogy, hogy abszolút létezik olyan zöld terület, amit fel lehetne használni, viszont a, a katonaság és a helyi közigazgatási szervek között nincsen megállapodás, hogy ezt az, az emberek számára hozzáférhetővé tegyék. Ezt az erődítményt ezt nem akarják feladni, a, a katonaság nem akarja feladni, és ezért. Ez például egy abszolút egy ilyen kihívás, hogy hogyan lehetne azt, ezt a helyzetet megoldani, ahol igazából ott van a zöld terület, csak nincs hozzáférése az embereknek, mert, mert, és ez hogyan lehetne mégiscsak valamilyen módon um, ezt hozzáférhetővé tenni, akár úgy, hogy oda a gyalogos útvonalakat tervezni, és akkor az már uh, utána magától tudja segíteni azt a folyamatot, hogy az emberek oda akarjanak, oda tudjanak egyáltalán sétálni. Egy fő körút van a városban, ez mindig Aradnál tartunk, amit ideiglenesen leszoktak zárni az autós forgalom előtt, akár rész, részét, vagy az egész körútat, és, és programokat szerveznek, és azt gondolom, hogy ez egy jó kezdet, hogyha Aradnál jártok, akkor mindenképpen érdemes megnézni, hogy ez egy hatalmas, széles körút, ami tényleg nagyon alkalmas az ilyen jellegű programokra, de és egy másik dolog, amit Aradon csináltak, hogy a zöld területeket jobban becsatornáztak gyalogos útvonalakba. Tehát például ez a december 1 -e utca, ami a fő körútat összeköti a, egy központi parkos területtel, ami a Maros folyó partján található, és akkor ezt megpróbálták valahogy úgy irányítani a forgalmat, hogy így jobban arra irányítsák a forgalmat. Például hogyan hogy elkezdték kombinálni a lakó, a lakhatás és a gazdasági funkciókat az utcán tehát éttermeket, hotelt, kávézókat nyitottak, és ezzel jobban odavonzották az embereket. Ezt ugye, és le kellett tesztelni, volt egy ilyen uh, tesztüzem módba kipróbálták 2019-ben, volt egy olyan uh, helyénkormányzati döntés, aminek uh, értelmében engedélyt kaptak arra, hogy lezárják a forgalom elől ezt az egész útszakaszt egy hétvégére, illetve hét hétvégékre. És uh, még emellett nem csak kivonták az autóforgalmat, hanem a... Programokat is szerveztek oda, megint csak érkeztetést és egyéb kulturális programot. Illetve felszereltek 1500 lámpakörtéből álló díszvilágítást, ami még inkább oda vonzotta akkor az embereket. És több száz ember járt oda ezek, ezek alatt a lezárt hétvégék alatt. Uh, és ezzel arra ad aztán végül 2020 nyarára például teljesen uh, elfogadták, véglegesítették ezt a, a, a gyalogos, uh, és, és gyalog sétáló utcává tették ezt, a, ezt az útvonalat. Az utolsó példa, amiről szeretnék beszélni, ez Szeres, görögországi, egy görög város. Szeres nincs közvetlenül a tengerparton, ezért nem egy klasszikus turista célpont. A specialitása a városnak, Hogy, hogy szűk utcákon magas épületek vannak, a a boldali képen jól látszik. Ez már egy nagyon széles utcának számít a városban. De mindenhol itt láthatjuk, hogy hat emeletes épületek vannak sorban, és ez az egész városképre jellemző. Alig látunk zöld területet, alig látunk olyan közterületet, ami, a, ami, ami ne az a, a autóforgalom forgalmat szolgálná ki. <coughs> És ezt, a, ezt próbálták a, egyrészt a, a holland, egy holland példát próbáltak itt megvalósítani, hogy kicsit átdizájnolták, áttervezték magát a, a, az utcát. Tehát hogy azzal, hogy kicsit uh, megváltoztatták a, az utcának, a, csak pont annyira szűkítették le, nem egyenes utcának, hanem ilyen kicsit ilyen kanyargósra csinálták meg az autóutat, ahol még pont elfér egy, egy autó, ezzel lelassították a forgalmat, és a, a kis a kanyarokban létrejött kis járda-szigeteken pedig apró zöld területeket tudtak létesíteni, és még hogyha ez nem is egy nagy zöld térnek számító ö, növényzet mennyiség, mégis csak látható, hogy, hogy ez abszolút ö, elérte a, a, a kívánt célt. Közben, közben, nézem az időt, látom, hogy ö, ö, már a vége felé haladunk, de Tamás légy szíves, hogy jelez, hogyha, hogyha már nagyon rövidre kéne, hogy zárjam. Igen, mondjuk még, még három perc, még három percet, három perc alatt még, még be tudod fejezni. Jó, akkor felgyorsítom kicsit. Az egyik az egy bécsi példa még, amit akkor megosztok veletek. Ez egy olyan projekt, amit Gürtel Frisse hívtuk németül, ami igazából azt jelenti, hogy egy ilyen felfrissítő nyugati példa. Ez egy mostani koronavírus járvány alatt elkezdett projekt. Ez pedig az volt, hogy egy ilyen pop-up úszodát, úszómedencét létesítettek az egyik köztéren. Tehát, létre, tehát beépítettek egy medencét, és körülötte még olyan helyet, ahol még az emberek akkor tudnak üldögelni meg időt tölteni és 15 ezer látogatója volt, 15 000, 25 ezer látogatója volt a helynek, és 15 ezer volt azoknak a száma, akik konkrétan fürödtek a medencébe. És a legmeglepőbb és legjobb része a projektnek, hogy az derült ki utána, hogy semennyiben nem befolyásolta a közlekedés, semmilyen közlekedési problémát nem okozott, az, hogy a belvárosba egy forgalmas központba, csomóponthoz egy ilyent létesítettek, hogy onnan elvettek egy ilyen kisebb teret. és még gondolkodtak azon, hogy esetleg majd máshol is megpróbálkoznak ezzel a projekttel. A képen megmutatom, hogy ez az a, ez az a kereszteződés Bécsen, ez egy hét kereszteződés, tehát ez nem az az ilyen tipikus hely, ahol az ember el, el, elvonja a forgalmat. És mégis ez volt az, hogy akkor, amit lezártak, jobban kijelölték a gyalogos forgalmat, hogy merre vezessék a. a a gyalogos forgalmat a szivárvány színű zebrákkal. És végül így nézett ki. Tehát látjuk, hogy ez nem egy óriási medence, de legfeljebb hat ember tudott egyszerre ott lenni, ahogy a járványügyi intézkedéseknek megfeleljünk. És ennek ellenére is nagyon sok ember volt ott jól megközelíthető biciklivel, és ráadásul egy zöld terület zöld területi alakítottak át egy olyan lebetonozott területet, aminek ilyen módon hatalmasat növekedett az ilyen a zöld terület értéke. Egy másik bécsi példa, a Königskasse példája, ez ugye 2019-ben még így nézett ki, ugye ez ugye hasonló a szerveszi példához, amit egy ilyenre alakítottak át. Én nagyon büszkén mondhatom, hogy én is részt vettem ennek az áttervezésében, a tervezésében. Ugye teljesen más benyomás kap az ember, ugye az első képen kevésbé érzi a magát az ember. Szívesen látva még a zöld területen, a második képen abszolút megjön az ember kedve, hogy ott időt töltsön. Még? még egy percem van hátra. Akkor igazából ezt a gráci építési projektet azt átugrom, és átugrom a, a szuperblokkra. Ezt talán mindannyian ismeritek. Ugye ezt Vittoria Gasteisban találtak, ugye Barcelonában is ezt alkalmazták. ahol uh, itt ugye igazából az volt a, a cél, hogy, hogy a forgalmat úgy irányítsák, hogy csak célforgalom, célforgalom számára uh, legyen elérhető. Látjuk a következő képen, hogy milyen módon változott az autós forgalom a, a blokkon, a kockán belül, vagy ezen a, ezen a nézeten belül, és a célforgalom, cél, pardon, célforgalom uh, előtt, vagy számára korlátozott helyen látjuk, hogy hogyan változott a gyalogosok és a biciklistáknak a forgalma. Ezt a módszert ezt, a ezt máshol is alkalmazták, és nagyon hatékonynak bizonyult, hogy ezt a szuperblokk modellt, Uh, arra is használták, hogy uh, vagy én ennek az eredményeképpen a, a légszennyezés, zajszennyezést is csökkentették, és, uh, és igazából a, a a termékek is megváltoztak, amik ezekbe a, a blokkokba be, be, be tudnak jutni, mert már nem mehetnek be igazából a nagy ö, kamionok, és ez teljesen más, ö, az lényeg, hogy ez hatással volt abszolút a, a arra is, hogy, hogy milyen termékeket lehet ezeken a helyeken végül ö, kapni. Rengeteg új tanulmány készült, ami ezeket próbálja aztán összegezni, felmérni, hogy milyen... Ö, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezt felhasználni, és sajnos ez nem minden városra uh, alkalmazható, de mindenképpen érdekes uh, részletei vannak, és abszolút érdemes ezeket megvizsgálni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, bocsánat, hogy hosszúra nyúltam, és nagyon köszönöm még egyszer akkor a meghívást.